Mi kell ahhoz, hogy pókerezni tudj? Idő, pénz, lehetőség. Minden megvan. Úgyhogy menjünk pókerezni. Here she comes, tired of the world's unjust little ways. Speaking Bibles of a battle, find a place where life can matter. Aim so high, still I find her drinking up the sun. Első utam egyből a 3.30-as main eventre vezetett. Első töltényből elvéreztem, viszont a második töltényjel tovább jutottam a második napra. Mindenki, aki tovább jutott, ETN-be került már. Egy szuper hosszú buborék után sereghajtóként mentem tovább 11 nagyvakkal, de ahogy mondják, amíg van zsetonod, megnyerheted a versenyt. Az elején több all-in-om is végigért, az első all-in, amit lekolloztak, kisvak vs nagyvak történt, az ötös páromat A-set fogadta, nézzük, hogy megnyertem-e. Előzőt elszpitteltem, itt viszont már utolért a baj. Útőgéből Oli ment egy fiatal srác 110-zel, amit Ász királlyal lekolloztam kisvakból. A király 2-2 floppon már elkönyveltem, hogy megnyertem a partit, de egy mesebeli dámát és bubit kapott a törnön és rivelen, így ezzel véget ért számomra a verseny. Versenyen próbáljátok meg a zsetonjaitokat mindig jól látható módon tartani. Elképesztően idegesítő, hogy nem lehet látni az embereknek, hogy mennyi zsetonja van. Mint például, amikor shortstack vagy, UTG-ből hívsz, és a markodban tartogatod a zsetonjaidat. Sajnos rengeteg ilyet és ehhez hasonlót láttam a versenyen. Folyamatosan azt kérdezte mindenki mindenkitől, hogy mennyit van. Legalább a nagyértékű zsetonjaitokat rakjátok előre, jól látható módon. Nagy mértékben megkönnyítitek a játékot. Másnap beültem egy kora délutáni 220 eurós fejpénzes turboversenyre. Bejutottam a döntőasztalra, eddigre sikerült 6 embert kiejtenem, viszont mindössze alig 4 nagyvakon maradt, ami elég hamar középre is került. Ász 6-on volt, 10-7 ellen, a dáma 7-5 flop után sem a turn, sem a river nem segített rajtam. Ideje játékba állítani ezeket az 1000 euró zsetonokat a cash game asztaloknál. Valószínűleg omaházni fogok, de meglátjuk milyen asztalok lesznek. Havazott itt este Csehországban, úgy tűnik. Kifelé menet komoly akadályba ütköztünk, utunkat állta egy malac. De rövid időn belül jött a recepciós, és mondta, hogy nem kell mitől félnünk, barátságos kis állatka. Ezt megúsztuk. A cash game nagyon pozitív csalódás volt számomra. Amilyen rossz volt tavaly Prágában, olyan jó volt most itt Rozvadovban. Pedig ugyanaz a tulaj, ugyanaz a kaszinó. Ebben nagy mértékben közrejátszik a német határ közelsége, nagyon sokan jöttek át onnan játszani. Cashen főleg 5-5 Omahát játszottam, de becsúszott egy kis 2-5 holdem is. Egy 440-es Omaha versenyen is indultam, de az nem sült. Összességében nem volt nagyon olyan nap, hogy ne nyertem volna, úgyhogy jó sikerült az utazás. Most meg már csak egy dolog maradt, hogy költsünk egy kicsit a frissen szerzett euróimból a boltban.